miskolci önkormányzat évek óta nyíltan és látványosan folytat cigányellenes politikát. Ennek különböző elemei vannak. Ennek a politikának különböző intézkedésekben nyilvánul ez meg. Többek között abban, hogy 2011 óta a szegény telepeken végeznek úgynevezett jóléti razziákat, ami abból áll, hogy számtalan 30-40 hatósági személy különböző hatóságoktól együtt megy a szegény telepekre, és ott ellenőrzik a különböző közigazgatási kötelezettségeknek a betartását, mint a lakcímbejelentési kötelezettség, vagy az állattartási szabályok például. Tavaly megállapította az ombudsman, hogy ez a gyakorlat súlyosan jogsértő. Hiányzik a jogszabályi felhatalmazása, és egyébként még számos alapjogot sért ez az összevont hatósági ellenőrzési gyakorlat. Ennek ellenére a polgármester azt nyilatkozta, hogy nem hagyják abba ezeket az ellenőrzéseket, és valóban azóta is zajlanak. Úgyhogy emiatt, valamint egyéb cigányellenes intézkedések miatt, amelyek az úgynevezett nyomortele felszámolás intézkedés csomaghoz kapcsolódnak, indítjuk ezt a pert. Ez egy közérdekű per. Ez a keresett levél 4 példányban a mellékletekkel együtt, amit most be kell egy ilyen dobozba pakolni, mert hogy nem tudjuk más módon postára adni. Szerint.